teljes mértékben ez a, erre a mérkőzésre fókuszál, és ez az egész pályafutásatok alatt így lesz. A múlt nem számít, és a jövőben pedig felesleges gondolkodatok, azt nem tudhatjátok, hogy mi történik. Viszont a jövőbeli dolgokért ma tehetnek. Jó? Én szeretem mondani. Sok sikert! Ha valaki szavaira érdemes hallgatni, az egyértelműen Kanta József. Korábbi játékosunk ebben a szezonban az NB3-as csapatunk vezetőedzői pozícióját látta el, az idény során pedig rengeteg hasznos tapasztalatot szerzett. Nekem ugye az első évem edzőként nyilván nem egy egyszerű feladat, futballista karrier után egyből a partvonalon kívül találni magát az embernek, de egy nagyon izgalmas időszak volt ez számomra, iszonyatosan sokat tanulhattam, nagyon sokat tapasztalhattam, ugye egy év alatt is azért olyan ingerek értek, olyan benyomások értek a kispadon ülve nézni a mérkőzést és irányítani úgymond a csapatot, ami nagyon hasznos volt. Erre az évadra természetesen a csapat jó teljesítménye mellett egyéni célokat is tűztek ki a játékosok és a stáb is, és ezeket a célokat sikerült is elérni. Félekül kerültem vissza kölcsönből. Az a tudom, hogy minél többet játszak, és minél több volt szerezzek, és persze játékkal segítsem a csapatot. Az volt a célom, hogy minél hamarabb be tudjak illeszkedni a felnőtt fociba, ez volt ugye az első szezonom a felnőttek között, amit úgy gondolom, hogy sikerült, mert megéreztem azt, hogy milyen a kontaktfutball, és hát a eredmény szempontjából, ha nem is vagyok teljesen elégedett a pozíciónkkal, de úgy gondolom, hogy jövőre esetleg jobb lehet. Nekem ugye ez volt az első évem így a felnőtt fociba. Az elején igazából, hogy minél többet játszak és mutassam meg, hogy mit tudok. Aztán szerencsém volt és fel tudtam kerülni a nagy csapathoz. Ott szerintem jó teljesítményt is nyújtottam és onnantól pedig, hogy ott maradjak és ott fejlődjek minél többet. Ez volt a célom, amikor elkezdtem, hogy legyen egy pár játékos, aki meg tudja mutatni magát az első csapatban. Ezt szerencsére azért elértük. A srácok maguknak köszönhetik, mert olyan teljesítményt nyújtottak, úgyhogy ez egy érdekes év volt, úgyhogy biztos, hogy nagyon sokat fogok profitálni belőle hosszú távon. Egy tartalékcsapatnál mindig nehéz, hogy a keret folyamatosan cserélődik, de ezzel a kihívással is sikeresen birkóztak meg a srácok. Nyilván nehéz egy összeszedett taktikus csapatot összeállítani, mert mindig mások a játékosok, mindig más összetételben kellett pályára küldenem a csapatot. Ez nyilván nem könnyíti meg a játékosok dolgát sem, hiszen vannak játékosok, akik nem a saját posztjukon játszottak például. Másik pozícióban kellett tapasztalatokat szerezniük, de azt gondolom, hogy ezek hasznos dolgok. Tudtuk, hogy ez van itt az NB3-ban, ez alkalmazkodni kell. Így kell legjobbat nyújtani mindenkinek. Eléggé nehéz, nem lehet külön taktikákat gyakorolni, nem nagyon lehet ember specifikusan gyakorolni a taktikát, így elég nehéz. Meccsről meccsre más taktikát kell alkalmaznunk, folyamatosan jönnek le játékosok fentről, vagy esetleg az U19-ből jönnek segíteni, így azért eléggé nehéz készülni meccsről meccsre. Nem tudod, hogy kivel fogsz játszani hétvégén, vagy hogy ki fog itt játszani, ki nem fog itt játszani. A stáb végig próbált nekünk segíteni és motiválni minket. Másrésztről pedig ez is egy kihívás, ezt is meg kell tanulni, és élni kell vele igazából. NB3-as együttesünk végül a 11. helyen zárta a szezont, de abban egyetértettek a srácok, hogy az eredménytől sokkal fontosabb, hogy mennyit fejlődtek az idény során. Fiatal brigád vagyunk, annak ellenére, hogy van pár idősebb tapasztalt játékosunk. Én úgy gondolom, hogy a fejlődés az sokkal fontosabb, mint esetlegesen 10. végezni, vagy esetleg 8. Szerintem ez a prioritás és a klubnak is. Sokkal fontosabb, hogy mindenki játék lehetőséget kapjon, szokjunk a felnőtt futballhoz, ez a teljesen második utánpótlás mérkőzés. Bár ez még csak Kanta József első éve volt vezetőedzőként, de rögtön megtalálta a közös hangot a srácokkal, akik számára nagyon inspiráló volt, hogy vele dolgozhattak. Mindig tud minket motiválni, taktikailag mindig naprakészek vagyunk, mindig alkalmazkozunk az ellenfélhez, próbálja azt a taktikát mindig összerakni, mivel nyilván nyerni tudunk, biztosan tudjuk elhagyni a pályát. Nagyon jó ember, nagyon jó edzőnek tartom. Felettén motivál, de szerintem mindenkit, azért nagyon inspiráló személyiség, ugyanolyan ember maradt, és ugyanolyan edző, mint amilyen játékos volt. Ugye volt szerencsém még vele edzeni is, és szerencsére így ismerem a Józsit. Nagyon jó ember, és úgy gondolom, hogy nagyon jó edző is, szóval örültem, hogy vele lehettünk. Egyrészt ő nagyon jó, mert mégiscsak ő egy klublegenda. Másrésztről pedig nagyon sokat tudtunk tanulni, de nem csak tőle, hanem az egész stábtól, ami az egész csapatnak jó.
Mint ismeretes, a következő szezonban új szakmai igazgató dolgozik klubunknál Bognár György személyében, akinek felkérése okán Jokka nyártól az első csapat stábjában dolgozik majd, az új kihívást pedig már nagyon várja. Izgatottan várom, kicsit hiányozni fog azért ez a csapat, hiányozni fognak a srácok, hiányozni fog ez a stáb. Azt gondolom, hogy egy nagyon összetartó és egy szoros kapcsolat alakult ki köztünk, ilyen szempontból nagyon hiányozni fog, de nagyon izgatott vagyok az új feladat miatt is, hiszen az MTK-ért dolgozhatok, ezt bármilyen formában tehetem, akkor azt gondolom, hogy nekem nem kell ezt bizonygatnom, hogy mindent megteszek az MTK sikereiért, akármilyen feladatot is kapok. Köszönöm a Gyurinak ezúttal is, hogy felkért, hogy legyek a segítője. Nyilván igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint segíteni őt, és nyilván az a közös célunk, hogy az MTK az őt megillető helyére kerüljön.